Köszöntöm nézőinket, Önök a Választás 2024 műsorunkat látják, melyben az önkormányzati képviselőjelölteket mutatjuk be Önök számára, annak érdekében, hogy megismerjék a pártok, pártszövetségek által indított, vagy éppenséggel a független jelölteket, akikre majd június 9-én leadhatják szavazataikat. Mindenki számára lehetőséget biztosított televíziónk, van, aki élt ezzel a lehetőséggel, hogy bemutatkozzon, és van, aki nem kívánt élni ezzel a jó jogával. Műsorunkban a választókerületek sorrendjében ismerhetik meg a képviselő jelölteket, akiknek sorrendjét a műsort megelőzően sorsoltuk ki. Minden jelöltnek maximum 5 perccel rendelkezésére. Most a 9. számú választókerület képviselő jelöltjei következnek, akiket nagy szeretettel köszöntök a stúdióban. A helyi választási bizottság egyébként hat jelöltet vett nyilvántartásba, melyből hárman fognak mai műsorunkban bemutatkozni önöknek. Hogy egy kicsit behatároljuk ezt a választókerületet, ez a Felsőváros nyugati része és a Ráczhegy csatlakozik még ehhez a térséghez. Kérem vendégeinket, hogy tartsák tiszteletben egymás bemutatkozását, ne zavarják hozzászólásaikkal, kerüljék a személyeskedést. Ha valakit fel kell szólítani, akkor az a saját idejéből vesz majd el. Ez nem itt a műsor, a műsorvezető nem kérdez, csupán megadja a szót önöknek. A jelöltek a bemutatkozáshoz nem használhatnak technikai segédeszközt, jegyzet használata azonban engedélyezett. Hogyha pedig készen állnak az urak, akkor kezdhetjük is a sort. Elsőként Mincér Gábor, civil köz... Közéleti Egyesület képviselő jelöltje. Ha készen áll, akkor megadom a szót 5 perc rendelkezésre. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Mincér Gábor vagyok, a Mirkóc Keldám támogató civil közéleti egyesület jelöltje a 9. számú választókörzetben. Talán annyit tudnék magamról elmondani, hogy két gyerekes családapa vagyok, Egerben születtem, itt végeztem az összes iskolámat. Nagyobb részt itt is éltem, bár éltem az Egyesült Királyságban is egy bizonyos hosszabb ideig. Én azt gondolom, hogy a mögöttünk lévő ciklus, amelyre bizalmat kaptunk 2019-ben a választók akaratából, egy nagyon-nagyon nehéz ciklus volt. Mondhatom talán, hogy a modernkori önkormányzás egyik legnehezebb időszakát éltük meg, hiszen alig voltunk négy hónapja hivatalban, amikor beköszöntött a Covid-járvány, ez a világjárvány kettő évre meghatározta az önkormányzat működését, hiszen a kormányzati elvonások, illetve a bevétel kiesések jelentősen megcsappantották az önkormányzat költségvetési lehetőségeit. A járvány után következett ugye a háború, a hatalmas méretű infláció, majd az energiaválság, ezek tovább szűkítették a önkormányzat lehetőségeit. Én úgy gondolom azonban, hogy összességében nincs okunk szégyenkezni, hiszen a város fejlődött és nem stagnált, mint ahogy egyesek mondják ebben az időben is. Átvettük és sikeresen lefolytattuk a nagy projektek jelentős részét. Igazából 5 perc kevés arra, hogy mindenről beszámoljak, csak a teljesség igénye nélkül említeném például a vári beruházásokat, Varkocskaput, déli fogadóépületet, Cipóztóházat, vagy éppen a kapcsolódó Ciffergalériát. Rengeteg utat, útszakaszt is újítottunk föl, kertészutat, kapcsolódó útszakaszait, sasút, külső út, iparosok útja, Vadrózsa utca, vagy éppen a nemrég befejezett Bástya utcánk a felújítását. 2022-ben indított az önkormányzat egy átfogó komplex járdafelújítási programot, amelynek a révén már több mint 7000 négyzetméternyi járda szakaszt megújítottunk. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy tudtuk bővíteni a városi térfigyelő kamerarendszert. 2019 óta megdupláztuk ezeknek a számát, és 6 darab átjátszó állomást is teljesen építettünk, felújítottuk, hogy a további bővítéseknek is lehetőséget adjunk. A körzetben sem hanyagoltam el a munkát, a körzet szintén bekapcsolódott a járdafelújítási programban, most is folyamatban van egy 100 méteres járdaszakasz felújítás a Rákóczi úton, több útszakaszt is sikerült megújítani, nagyjából 10 térfigyelő kamerával gazdagodott a választókörzet, nem hanyagoltuk el a zöldítés sem, több száz fát ültettünk, valamint magam indítottam a vadvirágos rét és a közösségi virágoskert programot, ami szintén sikeres sikereket értünk el. Én úgy gondolom, hogy egy pici víziót, ha fel kell vázolni, tovább folytatnám ezt a munkát a körzetben, folytatnám a járdafelújítást, a kamerarendszer bővítését. Van elmaradásom is, ezt be kell vallanom, hiszen nem sikerült megvalósítani a Szalapart utca Dr. Frank Mári összekötő út megépítését, amelynek a tervei 2020-ban elkészültek, de az előbb említett anyagi problémák miatt nem sikerült megépíteni. Azonban ez önmagában még nem oldja meg a rácegyi közlekedést. Szükség van a szalapartút végének kiszélesítésére is, ennek a tervezése folyamatban van, valamint szintén tervezzük a szalapart utca déli szakaszának a teljes felújítását víziközművel együtt. Tovább folytatnám a játszóterek felújítását is. Gyakorlatilag majdnem minden játszótér megújult, sőt új játszótérrel is bővült a körzet. Egyedül most már a rácegyi játszótér az, ami egy nagyobb beavatkozást igényel, ezt is szeretnénk megcsinálni, szeretnénk ezt folytatni. Illetve a büggsétányon szeretném még a kerékpárút mellett egy gyalogút kialakítását is kezdeményezni. Ezt már a lakókkal megbeszéltem, igény van erre, hiszen ott régen gyalogos közlekedés volt, de a kialakított kerékpárút ezt a gyalogos közlekedési lehetőséget elvette. Ha a városról szeretnék beszélni, akkor mindenképpen a közösségi közlekedés fejlesztése egy nagyon-nagyon fontos cél, és ennek az első lépését már le is tettük, hiszen bevezettük kettő évvel ezelőtt az 1000 forintos éves bérletet, amely nagyon-nagyon sok egy számára jelentős segítség. Mi ezt szeretnénk folytatni, ezt a fejlesztést. Számomra fontos a digitális utas tájékoztató rendszernek a képítése, amelyel már számos egyéb város Magyarországon rendelkezik, és azért, hogy az autósokról se feledkezzünk meg, ugye a gyönyörű zöld hullámunk mellé, ami egyébként működik, bár ezt a mennyiségű autószámot már nehezen bírja, egy visszaszámlálós jelzőlámpa rendszernek a képítése lenne fontos, ami egy kicsit az átfolyást meggyorsítaná. Mi ezt szeretnénk folytatni, erre kérünk tönök, önöktől bizalmat. Kérem, hogy június 9-én támogassa Mirkóczki Ádám képviselőjelölt urat, polgármester jelölt urat, bocsánat, illetve a civil közéleti egyesület jelöltjeit. Köszönöm szépen a figyelmet. Vincer nagyon szépen köszönjük. Most pedig folytatjuk a sort. Dr. Hegedűs Csaba következik az Egerért most egyesület képviselő jelöltje. Hogyha készen el, akkor megadom a szót szintén 5 perc rendelkezésre. Köszönöm szépen. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. A Rácegyen és a Felsővárosban szinte mindennapos a lopás, a betörés, autófeltörés. A fiatalok esténként csoportosan sokszor bódult állapotban járják az utcákat számomra, az elsődleges, és azt gondolom, hogy mindenki számára is az elsődleges és legfontosabb, az a biztonság. Hiszen mindannyian szeretnénk saját magunkat, szeretteinket és családtagjainkat biztonságban tudni. Két kiskorú gyermekem van, ott élünk a Rácegyen, feleségemmel és a fiúkkal nagyon sokat sétálunk és biciklizünk a körzetben, játszóterezünk, és azt látjuk sajnos minden nap, hogy a körzet koszos, gazos, büdös, a járdák állapota síralmas. Képviselők, sajnos a körzetben nagyon kevés a térfigyelő kamera. Azt gondolom, hogy kevés a rendőri jelenlét, és a térfigyelő, bocsánat, a sok helyen hiányos a közvilágítás. Pár évvel ezelőtt, pontosan hat évvel ezelőtt vásároltam feleségemmel tujákat, és gondoltuk, hogy szépé teszük a környezetünket, egyébként erről sok ott élő emberrel is beszéltem, hogy igény az lenne arra, hogy szépítsék a saját környezetüket, de már sokan nem foglalkoznak vele, hiszen ellopják a virágokat, kitapossák. Ugyanígy jártam én is, gyönyörűen 30 tujával betelepítettem a ház előtt, gondoltam, milyen szép lesz a környezetünk. Egyik pénteken elloptak 10 tuját, Vasárnap elloptak hatuját. A házam mellett van egyébként egy kert, tűzcsap, azt sajnos rendszeresen nyilvános mosdónak használják. Ahogy elmondtam, a körzetben több kamerára van szükség, bővíteni kell a rendőri jelenlétet, illetve szeretnék felállítani egy valóban működő városőrséget képviselőként, erre én vagyok a garancia. A Rácegyen kardinális kérdés a közlekedés. A szalapartúton a mentők a buszok nem tudnak biztonságosan közlekedni, ide egy alternatív megoldást kell kitalálni, elsősorban egy kell a Szalapart utat lefelé. Hosszú távon pedig egy megoldást látok, ki kell szélesíteni a Rácegy a szalapartút végét, illetve egy bekötőúttal össze kell kötni a dr. Frank Mária utcával. A felső városban azt gondolom, hogy a legégető kérdés az a parkolók hiánya. Itt fel kell mérni azokat a területeket, amelyek most csak gazosak, nincsenek kihasználva. Itt lehet új parkolóhelyeket létesíteni, és a roncsautókat, amik hónapok óta ott állnak, benövi az, csak a helyet foglalja, ezeket el kell tüntetni, nem csak a körzetből, az egész városból. Végül, de nem utolsó sorban beszélni kell a kemping területéről, ami magánterület. Itt a közvilágítás sajnos sokáig nem volt megoldva, illetve még most sem 100%-ig megoldott. Ezzel mindenképpen foglalkozni kell, hiszen közel 500 lakótásunk él abban a rész, azon a részen. És ugye tudjuk jól, hogy a sötétség az a bűncselekmények elkövetésének a melegágya. ágya. Tehát, hogyha ön szeretne rendet a felsővárosban, a Ráchegyen szeretne megújult utakat, járdákat, új parkolókat, szeretne biztonságosan este kisétálni a családjával, akkor június 9-én szavazzon rám, Aranyán Sándor polgármester jelöltre, az Egerért Most Egyesület jelöltjeire. Köszönöm szépen. Dr. Hegedűs Csabának köszönjük szépen a bemutatkozót most pedig végül, de nem utolsó sorban, Török Zsolt következik. A DK MSP Momentum párbeszéd zöldek képviselő jelöltje, hogyha készen áll, akkor megadom a szót 5 perccel rendelkezésére. Köszönöm szépen. Kezét csokolom, jó estét kívánok, hogy a akivel olyan viszonyban vagyunk, szervusztok. É, itt születtem Egerben, itt nőttem fel a lakótelepen, a Felsővárosban, akkor még Csebokszárinak hívták. Ismerjük soka, sokan egymást a környékről. É, három lányomban ők Budapesten egyetemisták, nagyon büszke vagyok rájuk, és egy olyan szeretnénk teremteni, ahol nem csak megszületni és meghalni lehet, hanem ahol érni is érdemes. Hogy ahová hazatérhetnek az egyetemet végzett fiatalok, ahol Egerben is büszkén tanulva úgy gondolják, hogy itt szeretnének majd elhelyezkedni, és itt szeretnének majd jövőt építeni. Felsőváros és a Ráczhegy képviselőjelöltjeként, a DK, az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd támogatottjaként egy olyan programot képviselek magam is, mint amit Pál már itt meghirdetett a Városi Televízióban is, amelynek fontos része az, hogy rendet kell tenni egerben. Ahogy az előttem szóló is elmondta, valóban a legnagyobb probléma az a közbiztonság és a rend hiánya. Rend az átláthatóság a közpénzek felhasználása területén, és rend az utcán, a tereken, a hétköznapok során. Természetesen az utak járdák felújításával hatékonyabban kell foglalkozni nem elég a választások előtt néhány hónappal kampányaszfaltozást folytatni, szerintem öt éven keresztül a ciklus folyamán végig kell, hogy aszfaltok megújuljanak, különböző útszakaszok, járdaszakaszok felújításra kerüljenek. A parkokat is rendbe kell tartani. Tudom, ebben mindig az igények változók, az időjárástól is függ, de ettől függetlenül kell, hogy legyen gazdája a városnak. Ahogy a játszóterekkel és a padokkal is foglalkozni kell. mi egyik fontos programelemünk az az, hogy a Tömegközlekedéssel kapcsolatban, ha a város ennyi pénzt ad a volánnak, az állami társaságnak, akkor érte kapott szolgáltást ellenőrizze is, és próbálja meg számon kérni ezen a társaságon, illetve együttműködve velük megújítani azt, hogy minél jobban kiszolgálja a tömegközlekedési igényeket a volántársaság. Itt a 12-es, 5-ös, 7-es, 17-es, 11-es, 14-es mindegyik buszjárat érint bennünket. A 7-17-es busz esetében a rászhegygyen e, élők is e, érintettek, illetve akik temetőkbe akarnak elmenni, azok is érintettek. Nagyon gyakori, hogy 10-15 perces késések vannak, vagy járatkimaradások vannak. És higgyék el, aki busszal hogy az nem azért megy azzal, mert nincs jobb dolga, hanem mert tényleg azzal tud eljutni csak oda. És a buszok sem azért nem indulnak el, mert a sofőrnek nincs kedve, hanem mert vagy nincs sofőr, vagy nincs busz. Ezért az államnak és az önkormányzatnak ebben együttműködve segíteni kell ezen. A, ha már említettem a 7 17-es 17 buszjáratot, ugye itt a Ráczhegy esetében valóban a közbiztonságra érkezett panasz hozzám is, pedig még csak pár hónapja, vagy pár hete vagyok képviselőjelölt ezen a térség, ebben a térségben. És a kemping területéről is olyan jelzéseket kaptunk az ott élőktől, ott a végig az emberekkel beszélgetve is, hogy a közlekedés és a parkolás Hát finoman szólva, nem túl jól van megoldva. Tehát ezt rendbe kell tenni, fejleszteni kell, és biztosítani kell azt, hogy normális közlekedési és normális parkolási viszonyok legyenek. És hát a közbiztonsággal is vannak problémák, nem csak a területén, nem csak a Rászhegy, hanem a Felsőváros különböző területein is. Így például a térről is kaptunk jelzéseket, hogy vannak problémák. Itt Págyyar már ismertette, hogy egy városrendészetet hogyan szeretnénk működtetni. Ez természetesen a polgárőrséggel is együtt kell működni, illetve a lakossággal is. Fontos program elemünk az egy zöld eger, egy zöld felsőváros megteremtése. Energetikai korszerűsítésre van szükség. A házaknak, az lakótelepi házaknak sok esetben, ahol nincsen fűtéskorszerűsítés, 2-300 ezer forint az éves fűtésdíja, ezt jelentősen lehet csökkenteni, de a város is tud spórolni, és energiát is takaríthatunk meg, meg a levegőt is tisztán tarthatjuk, tisztában tarthatjuk, óvhatjuk a környezetünket. Éppen ezért egy zöld, Felsőváros egy zöld eger programot szeretnénk elítani, épületfelújítás, amelyben nyilázzárók csere, épületszigetelés és fűtéskorszerűsítés. De a fűtéskorszerűsítést úgy kell megvalósítani, hogy nem háromszoros, ötszörös vagy tízszeres áron kell a radiátor beszerelni, mint mondjuk a Lenkei ház esetében valami sarokszelepet, hanem tisztességes áron kell ezt megvalósítani. És természetesen egy fontos eleme a programunknak az is, hogy folyamatosan párbeszélet kell folytatnunk a lakossággal. Mi biztos, hogy megtalálhatók leszünk, nem zárkózunk be a polgármesterirodába, irodába, se számzára sajtóba, se szobába, hanem bárbeszédet folytatunk az emberekkel. Ehhez viszont az kell, hogy önök támogassanak. A DK, az MSP, a párbeszéd és a Momentum jelöltjeit minden választókerületben és egy polgármester jelöltet. Ha azt szeretnék, hogy nyugalom, tisztaság, biztonság, és rend legyen Egerbe, akkor támogassák Pál Györgyet, a 9-es választókat, engem Török Zsoltot, és a városban mindenhol a közös jelöltjeinket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Török Zsoltnak köszönjük szépen a bemutatkozást, és ezzel együtt minden képviselőjelöltnek is köszönjük szépen, hogy megtiszteltek bennünket is, és a nézőket is, és bemutatkoztak. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. A 9 számú választókerület három jelöltjét ismerhették meg mai műsorunkban. Tartsanak velünk a választás 2024 műsorunk folytatásában is, ugyanis a képviselő jelölteket továbbra is megismerhetik műsorunk által. Köszönjük figyelmüket, a visszatlátásra!